Ott a helyzet, és ott a gól. És megint csak Böde a gólszerző. Két meccsen 4 gólt szerez Böde Dániel. 3-1, és azt gondolom, hogy ezzel eldőlt minden. A Vasasnak is 2, és most a Videotonnak is 2. Böde ott van bent középen. Nincsen szó természetesen Lesről, és teljesen szétesik a Videoton védelme, annyira egyedül hagyják Bödét. Hajnal az, aki egyébként odavarázsolta Böde fejére a labdát. 3-1 tehát a Ferencvárosnak, és most jön egy Gyömbér Gábor, Gera helyére majd.